A magyar labdarúgó válogatottban a finnek elleni elvése lejtező mutatkozott be az újpesti forró Gyula, aki számára sajátos meccs lehetett a hétvégi bajnoki találkozójuk, hiszen előző szintén lila csapatához ke látogattak, Kecskemétre, és két öngóllal ki is kaptak ezúttal. Az ősz azonban klubja és a válogatott számára is összegészében igen jó sikerült, úgyhogy ezt elemezzük a hátvét középpályás alő a vendégünk. Szia, jó reggelt kívánok! Jó kívánok! Ú, Gyula, ugye ez a kecskeméti kirándulás, ez valóban neked különös lehetett, nem? Hiszen ott Keskeméten lettél eh, NB1-ben alapember. Így van, hát nagyon vártam a találkozót. Sajnáltam, hogy nem játszottam, de így döntött. Hát, miért nem voltál kezdő szombaton ez a Így döntött élet? az edző. Ugye kedden végig játszottam az oroszok ellen, és uh, úgy látta jónak, hogy így a biztos nem hogy megsérüljek, vagy, vagy valami problémám legyen. Aha. Hogy... Értem. Na most uh, azt lehet mondani, hogy már a Kecskemét Újpest találkozók az olyan öngólos rangadók, nem? Hát azért nem tudom, ez annyira nem, Mostanában mondjuk pont igen, amikor ugye legutóbb ott voltunk, akkor is sajnos akkor az nem olyan. volt valami jó élmény nekem. Igen. De, de hát azért ez az, az inkább csak a szerencse. hát <coughs> ugye rád nem lehetett panasz, mert ugye végül is jó szálltál be, és majdnem sikerült is gólt szerezni. Hogyha bejött volna, akkor azt megünnepelted volna? Nem, biztos nem. Nem? Szóval az... szaladtam volna a labdáért. Igen? Szóval hát mert még e... akkor lett volna szerintem egy kis idő. Aha mert hogy az ez neked érzelmi kérdés is valamennyire, nem? Így van, de biztos, hogy nem ünnepeltem volna bármennyi az eredmény. Mit jelent neked a KT -a egyébként? Majd utána rátérünk az Újpestre is, csak... Hát nagyon sokat, ugye ott lettem úgymond Magyarországon ismertebb labdarúgó, és stabil helyet ott tudtam kiharcolni magamnak. Nagyon jó edzőkkel dolgozhattam, nagyon megszerettem a várost, úgyhogy igazából egy az egyik otthonomnak is nevezhetném. Igen? Tehát ez már Igen. marad így? Igen. Uh -huh. Igen. Uh, ott a mérkőzés végén némi vitába keveredtél kasai játékvezetővel, ha jól láttam, annak mi volt az oka? Hát az csak egy, a, ugye felfokozott állapotban vannak ilyenkor a játékosok, mikor próbálnak jobb eredményt elérni, ugye, mert hátrányban voltunk, egy egyszerű bedobás volt, tehát ő is túlralgált egy kicsit, szerintem én is, de hát utána megbeszéltük. Ja, értem, tehát, Persze, a, semmi... tehát ennek már nem lesz olyan folytatás, mint Torgellel Sanyinak, aki a még semmi. mindig haragszik a, a, a bíróra a hétvégi megjegyzése miatt. Összegészében lendületbe vagytok az ősszel, csalódás volt-e éppen ezért ez a meccs? Főként egy olyan játékosnak, akinek, akinek a szíve félig itt, félig ott. Hát nagyon szerettünk volna nyerni nyilván, de hogyha valaki azt mondja nekem a bajnokság előtt, hogy két vereségünk lesz, az egyik a Videótontól, aki most szerintem a legjobb magyar csapat, a másik meg pont a kecskeméttől, de csak ez a kettő, akkor lehet, hogy aláírom. Hát azt elő, az, az, valószínű. Egyébként, amikor te úgy döntöttél, hogy Újpesten folytatod, és akkor, tehát a tizedik helyzettől a tizenharmadikhoz igazolt. Tehát, az egy, ha a tabellára, vagy az akkori bajnokságra nézünk, akkor akár még kérdés is lehet hogy miért hoztad meg ezt a döntést. Miért hoztad meg egyébként ezt a döntést? Akkor. Hát a Kovács Zoli hívott fel, mm. és nagyon örültem a megkeresésnek. Én nagyon sok jót hallottam az Újpestről, és a, ugye jött az új tulajdonos is, nagy tervekkel, nagy célokkal. Beszéltem az edzővel is, és nagyon megtetszett, amit felvázolt az Zoli is nekem, hogy milyen tervek vannak. De hát úgy gondolom, hogy ezért szép a foci, ezért a legnépszerűbb sport a világon, mert nem mindig a, a, erősebbnek vélt vagy gondolt csapat, akár anyagilag, akár játékos keretben nem mindig azt tud felülkerekedni. És ráadásul ugye szint, meg klubszint se kellett váltanod, hogy ilyen szempontból is szerencsés volt. Jó döntésnek bizonyult akkor ezek szerint, igaz? Hát mindenféleképpen. Egyelőre mindenképpen azt igen, lehet igen, mondani. Igen. Hamarasz nehezebben kerültél volna be a válogatottba? Hát az Vagy biztos. Vagy ott van Salói Pista, aki uh -huh. megfigyeli a jó futbalistákat? Hát megfigyeli, de úgy gondolom azért, hogy ahogy tudjuk a médiából is, hogy a Dárdai Pál szövetségkapitány engem az Újpest Fradi meccsen nézett ki, lehet, uh -huh. hogy mondjuk egy kecskemét pápa meccsre például nem jön le. Világos, tehát az a derbi az, 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 az mindenképpen Igen. segített. az, hogy ő behívott téged, azon meglepődtél elsőre? Hát meglepődtem, de a Kovács Zoli mondta ugye, hogy volt a meccsen, uh -huh. mérkőzés után, és hogy tetszettem neki, úgyhogy számíthatok behívóra, de ugye akkor ezt még nem vettem készpénznek, de nagyon megörültem, amikor meghallottam. Az, az egy, Akkor az egy jó kis flash volt, egy jó az flash nagyon, flash az kis nagyon volt, az nem? Eh, amikor beugrattál ugye a, a juhász sérülése után, azért az, nem izgultál így hirtelen, tehát hirtelen, arra nem lehet készülni, jön a mélyvíz. Hát a, ugye a idő, amikor bent voltunk, mm -hmm. akkor szólt a Szabics Imre, hogy valószínűleg lehet, hogy be kell állnom, úgyhogy mm -hmm. menjünk gyorsan melegíteni, bent voltunk az öltözőbe. és hát ott megdobbant a szívem, de utána igazából, amikor láttam, hogy jönnek ki, akkor jött ki a Roli is velük, és ott nem volt időm annyira izgulni, tehát muszáj volt fölvenni a ritmust. Egyébként milyen típusú focista vagy, vagy, sportember vagy, ezek az ilyen tétek, közönség, tét van, komoly a helyzet, ez nem, nem ijeszt meg? Szok, szoktunk gyakran arról beszélni, hogy hogy a magyar futbalista lebénul-e bizonyos helyzetekben. Te milyen vagy? Hát én úgy vettem észre magamon, ugye, amikor bemutatkoztam az MB1-be Kecskemét Fradin, akkor is sok dicséretet kaptam, aztán jött a következő mérföldkő, az Újpest-Debrecen szuperkuba döntő, uh -huh. ott is sok dicséretet kaptam, az Újpest-Fradin is, most is, úgyhogy én egyre jobban úgy látom magamon, hogy, hogy ez feldob engem, uh -huh. és Tehát jobb, a... jobb teljesítményes uh -huh. sarkozom. Tehát akkor ez egy, Igen. Ez egy szerencsés lelki lelkialkat, azt gondolom. Igen. Na most ahhoz képest, hogy, hogy három évvel ezelőtt még MTK fakúban is focisztál, ha az ember arra gondol, hogy hogy most ugye nyáron 26 lettél, te későn érő fajta vagy? Hát úgy tűnik, igen. De szerintem ez semmi probléma ne nem. Nem, nem, nem. Hogy... Mit tartasz egyébként az erősségeinek, amivel kiérdemelte ezt a válogatottságot Dárdai Pána? Hát én mindenféleképpen a kitartást mondanám az egyik szempontnak, azt, hogy sokat tudok futni, visszaérek, tehát a védekezésre is oda tudok figyelni. Próbálom támadásban segíteni a csapatot, és hát én nem az a fajta vagyok, aki föladja egyből, Úgyhogy... Viszont a finn után mondtad, hogy voltak hibáid is. Azok meg, meg mik voltak? Hát ez egy-két ilyen helye, apróbb helyezkedés hiba. helyezkedés. Így hm. van, így van. De hát ott ugye ilyen felfokozott állapot, meg ugye egyszer elrúgtam a labdát, amikor nem kellett volna, Próbál, meg kellett volna próbálni megtartani, hogy kicsit megnyugodjunk, kicsit nálunk is legyen a labda, de ezek így benne vannak, tehát azt mondom, hogy első mesnek belefért. Hát igen. Milyen benyomásaid voltak egyébként a beugró kapitányról, Dárdai párról? Hát fantasztikus személyiség és edző is, látszik rajta, hogy régóta külföldön van, úgyhogy nagyon rendben volt minden. Mi az, ami leginkább megragadott benne, tehát ami, ami te ilyen lenyűgözőnek, nagyszerűnek tartottál a mondjuk a játékosokkal veletek bánt, vagy motiválni próbál veleteket? Hát a felkészültsége, az biztos, uh -huh. tehát precízen mindenkit, uh -huh. és ahogy, ahogy mindenkivel nagyon kedves volt, barátságos, tehát nagyon közvetlen, nagyon, nagyon rendes volt tényleg mindenkivel. Láthatod a finneket, láthatod az oroszokat, és hogyha mindig keressük a kérdést arra, hogy, hogy mi az, amiben a magyar futball, a, akár a válogatott a magyar labdarúgók le vannak maradva, ami a hátrány lehet, amin még csiszolni kell, akkor így belülről te mit mondanál? Miben kell leginkább fejlődni csapatként a magyar futballnak, a magyar válogatottnak? Hát én úgy gondolom, hogy fizikális téren, de ott nem sok lemaradás mm -hmm. van. Tehát én úgy tapasztaltam, igazából, amit le is nyilatkoztam az egyik újságnak, hogy hogy gondolkodásbeli különbségeket vettem észre, hogy sokkal gyorsabban gondolkoznak. Tehát már szinte előre tudják, hogy mi lesz, már úgy is helyezkednek, és talán azért, hogy egy pillanatnyiba hamarabb tudják, hogy mi lesz, gyorsabbnak tűnnek, hamarabb elindítják a mozgást, és, és szerintem ezért tűnnek gyorsabbnak. Uh -huh. Ezen lehet javítani? Persze, mindenféleképpen. Uh -huh. hát, sok ilyen meccsre lenne szükség, Aha. hogy ez... A nyomás alatt. Így Aha. van. Na. Azt mondanak végül, hogy mik a tervei, szóval hosszú távon szeretnél kötődni az Újpesthez, vagy, illetve hát ez nem feltétlenül a kizáró, szóval elképzelhetően vannak-e ott a vágyaidban erősebb, ha már dárdai párról beszéltünk, nyugat-európai bajnokságok? Hát szerintem sajnos minden kis rásznak az az álma, hogy egyszer külföldre tudjam sajnos, kerülni. Sajnos, igen. Kerülni. Sajnos, igen, de hát ugye ez a nyugat-európai foci az más szintet képvisel, és nagyon, nagyon, szeretném egyszer kipróbálni magamat, hogyha lesz rá lehetőségem, de egyébként jól érzem magam Újpesten is. Itthon már tovább igazolni, szóval hogy gondolsz most az Újpestre évekig náluk? Nyugodtan ez a terved? Hát most szeretném bebizonyítani, hogy nem érdemtelenül kerültem oda Újpestre és a válogatotthoz. Úgyhogy ö, szokták mondani, hogy le kell tennem még ott sok mindent az asztalra, hogy ö, megérdemeljem azt, hogy Nyugat-Európába tudjak szerződni. Mit fogtok elérni ebbe a bajnokságba az újpestel? Most úgy tűnik, hogy evés közben megjött az étvágy, és elég elszántak vagytok. Így van, nagyon szeretnénk ö, odaférkőzni a négybe. Uh -huh. Most, ha van rá lehetőségünk, akkor akár most is, a, még az utolsó két meccsen. Úgyhogy szerintem én alkalmasnak tartom a keretet arra, hogy, hogy nagyobb célokért küzdjön. Á, Gyula, akkor sok sikert mindkét fronton neked kívánom, hogy ez jöjjön össze. Köszönöm szépen, hogy itt voltál nálunk. Nagyon szépen köszönöm.